Jó napot kívánok! Köszöntöm Önöket szerdai tájékoztatónkon. Elsőként kérem, hallgassák meg Kis Róbert rendőr alezredes urat, az operatív törzs ügyeleti központ vezető helyettesét. Köszönöm szépen, tisztelettel üdvözlöm Önöket! A mai napon reggel 6 órakor a magyar-szlovák viszonylatban a Borsodabaú Zemplén megyei Tornanádaska településen lévő határellenőrzési pontot megnyitottuk, kizárólag a kétoldalú személyforgalom biztosítására. Tehát a mai naptól itt is biztosítjuk minden nap 18 óráig a határforgalom ellenőrzést, illetve a kétoldalú személyforgalomnak az áthaladását. Magyarország teljes schengeni belső határszakaszán 131 darab közúti, vasúti, illetve vízi határátkelőhely és határátlépési pont található, amelyből közúton 10 darab határolt átkelőhelyen biztosítjuk a személy- és teherforgalom számára a beléptetést. Kizárólag személyforgalomban történő belépés biztosításra közúton 31 darab, míg víziúton 2 darab határátkelőhely került kijelölésre. A fennmaradó 88 kisebb jelentőségű erdeidülőút, turistaút, kavicsosutak, fizikai földutaknak az zárására intézkedtünk. Most nézzük az elmúlt 24 órának a rendőr intézkedés adatait. A maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt a tegnapi napon 219 személye szemben intézkedtek rendőreink, így 12.019-re emelkedett azon személyek száma a jogszabály hatályba lépése óta, akivel szemben rendőreink intézkedtek a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt. A 10.000 főnél nagyobb lakónépességű települések területén az önkormányzati rendeletekben elrendelt maszkviselési kötelezettségnek a tegnapi napon 191 személy nem tett eleget, 40 személlyel szemben alkalmaztunk figyelmeztetést, 88 személy részére szabtunk ki helyszíni bírságot, míg 63 személlyel szemben tettünk szabálysértési feljelentést. A tegnapi napon a tömegközlekedési eszközön, illetve a tömegközlekedési eszközök várakozó helyein egy személlyel szemben, míg a kereskedelmi üzletekben, illetve bevásárló központok területén 17 személlyel szemben intézkedtek rendőreink a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt. A vendéglátó üzletekben is ellenőrizzük a maszkviselési kötelezettség betartását, illetve az üzletek korlátozott nyitvatartására, valamint az egyes üzletek, szolgáltatási helyek, szálláshelyek nyitvatartás tilalmára, illetve a bentartózkodás tilalmára vonatkozó szabályoknak a betartását. A kereskedelmi üzletekre, vendéglátóhelyekre, szálláshelyekre, valamint szabadidős létesítményekre vonatkozó korlátozó intézkedéseket ezidáig 570-en szegték meg. 158 volt a rendőri intézkedés azon személyekkel szemben, akik üzemeltetőként vagy tulajdonosként nem tettek eleget a védelmi intézkedések betartatására. 412 személlyel szemben intézkedtünk, azért, mert az üzletek korlátozott nyitvatartására, illetve a bentartózkodás tilalmára vonatkozó szabályokat szegte meg. A tegnapi napon rendőreink egy közigazgatási hatósági intézkedést folytattak, és így egy esetben döntöttek a vendéglátóhely ideiglenes bezárásáról, így összesen 96 üzlet ideiglenes bezárására intézkedtünk eddig. A Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányságot szolgáltató teljesítő munkatársaink a tegnapi napon hatósági ellenőrzés keretein belül kis szálláson egy bisztrót ellenőriztek, amely ahol azt tapasztalták, hogy ez a vendégek számára nyitva van. Oda belépve a hatósági ellenőrzés végrehajtása során azt tapasztalták, hogy egy személy az előtérben tartózkodik, ott szeszes italt fogyaszt. Így védelmi intézkedések megszegése miatt szabálysértési szankciókat alkalmaztunk, illetve közigazgatási hatósági intézkedésként az üzlet 3 napos bezárására tettünk intézkedést. A kijárási tilalom, a közterületi magatartási szabályok, a közterületi gyülekezés, illetve csoportosulás tilalmára vonatkozó szabályok ellenőrzése során a tegnapi napon 277 személlyel szemben intézkedtek országosan rendőreink, így 11.115-re emelkedett az olyan személyek száma, akik ezen szabályokat szegték meg. A tegnapi napon 48 rendőri intézkedést hajtottunk végre a koridorokon, így a beutazási korlátozásokról szóló jogszabály szeptember 1-i hatályba lépése óta ezidáig 7139 személy volt az, aki a Magyarországon személyforgalomban történő tranzitálási szabályokat megszegte. A mai napi hatósági házi karantén adataink a következőek. 17.989 helyszíni ellenőrzés végeztek rendőreink. Az elmúlt napon elrendelt hatósági házi karanténok száma 6.877-es, így a mai napon az elrendelt és érvényben lévő hatósági házi karantén 45.957-es.
és a hatósági házi karantén elektronikus ellenőrzését szolgáló mobiltelefonra tölthető informatikai alkalmazásra regisztrált felhasználók köre a mai napon 4001. És a végére büntetőeljárási adataink. Tavasz óta 493 büntetőeljárást indítottunk a járványüggyel összefüggésben. Ezekben a büntetőeljárásokban ez idáig 98 gyanúsítottat hallgattunk ki. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm, alezredes úr. Az aktuális járványügyi adatokkal, illetve információkkal kapcsolatban most kérem hallgassák meg dr. Galgóci Ágnes asszonynak, a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetőjének tájékoztatását. Jó napot kívánok! Az elmúlt 24 órában Magyarországon 3221 fővel emelkedett a beazonosított koronavírus fertőzésben szenvedők száma. Ezáltal 259.588 főre emelkedett a Magyarországon igazolt koronavírus fertőzött személyeknek a száma. Elhunyt 160 többségében idős, krónikus betegségben szenvedő személy, akiknek hozzátartozóinak ezúton tolmácsoljuk együttérzésünket. Az elhunytak száma ezáltal összességében 6280 főre emelkedett. A kórházban kezeltek száma jelenleg 7945 fő, és lélegeztetőgépre 661 személy szorul. A védelmi intézkedések a fertőzés terjedésének megakadályozásában továbbra is nagyon fontosak, és a január 11-ig meghosszabbításra került járványügyi intézkedéseknek a betartását kérjük a lakosságtól. A koronavírus járvány kezdete óta gyökeresen megváltozott az életünk. Megszokott életvitelünk, szokásaink, a munkavégzés körülményei teljesen átalakultak, rákényszerültünk a változásokra, szembenézünk azokkal a bizonytalanságokkal, amit egy fertőzés okozhat a családban, illetve szembe kell néznünk a kockázatokkal és az egyéni veszteségekkel is. Ez mindenkinél szorongást, illetve stresszt válthat ki, amely szorongás és stressz a közelgő ünnepi időszakban még fokozódhat is. A karácsonyi készülődés során kérem, hogy fokozottan ügyeljenek a járványügyi szabályoknak a betartására, főleg azokon a zsúfolt helyeken, ahol egyszerre nagyszámú ember fordulhat elő, és ilyenek a bevásárlóközpontok. Ezek kritikus pontjai a fertőzés terjedésének. A maszkviselés, a szociális távolságnak a betartása, az egyéb higiénés rendszabályoknak a betartása, ezek nagyon fontos a specifikus védekezési módszerek. A specifikus védekezés a védőoltás. A hatóságok, illetve a szakemberek Magyarországon folyamatosan azon dolgoznak, hogy a magyar lakosság számára is elérhető legyen biztonságos és hatékony vakcina a közeljövőben. Kérem, hogy bízzanak a szakemberek véleményében, és csak hivatalos forrásokból tájékozódjanak majd az elérhető védőoltásokról, azok hatásairól, illetve az előforduló oltási reakciókról. A védőoltások már bizonyítottak. Számos olyan fertőző betegség van, amely védőoltásokkal megelőzhető. Magyarországon is eltűntek, illetve minimálisra csökkent olyan védőoltással megelőzhető fertőző betegségeknek a száma, amelyek elsősorban gyermekkorban fordulnak elő, és súlyos következményekkel vagy akár halállal is járhatnak. Magyarországon széleskörű bizalom övezi a védőoltásokat, és kérek mindenkit, hogy ezt a bizalmat továbbra is tartsa fent, és csak a szakértők által átadott információkra támaszkodva hozzon döntést arról, hogy a koronavírus ellen elérhető vakcinákat majd igénybe veszi-e. Elindult a vaccinainfo.gov.hu oldal, ahol előzetesen regisztrálni is lehet az új koronavírus elleni védőoltásra, és ezen a honlapon, amennyiben megérkezik Magyarországra, illetve elérhető lesz engedélyezett vakcina, ezekről a vakcinákról folyamatos tájékoztatást fogunk nyújtani. Kérem, hogy kövessék figyelemmel ezt a honlapot. A regisztrációval egyelőre oltási igényfelmérés történik, ez nem kötelez senkit majd arra, hogy a védőoltást igénybe vegye. A védőoltások beadása, mivel a kezdeti időszakban csak korlátozott mennyiségű védőoltás fog rendelkezésre állni, egy oltási terv szerint fog történni, ahol elsősorban a védekezésben résztvevők, az egészségügyben, a szociális ellátásban dolgozók fogják megkapni először a védőoltást. Köszönöm szépen a figyelmet!